fogászat és a gyermekügyelet a lakosságot érintő tekintetben nem fog változni, hiszen ugyanabban a helyiségben, ugyanabban az időben fog megvalósulni, viszont a felnőtt ügyeletnek a helye a Szent Anna utcáról átkerül ide mögém a sürgősségi klinika épületébe. Hogy miért is van erre szükség, lehet kérdezni. Ugye, hogy Debrecen városában mi azt gondoljuk, hogy az egészségügyi ellátás egy nagyon jó rendszerben működik. Az egyetemmel közösen a város a legfontosabb Debrecen modellt kialakította, gyakorlatilag a DAEFI-vel közösen a teljes alapellátást ról az egyetem gondoskodik, és most az OMSZ közbelépése, ha lehet ilyet mondani, augusztus 1-ével. Ez ezért történt meg, mert egy nagyon fontos egészségügyi alapellátási modellváltáson gondolkodunk, ami arról szól, hogy Hajdú-Bihar megyében egy egységes rendszerben lesz kezelve az összes ügyeleti ellátás. Miért van erre szükség? Azért, mert nagyon sok kis település szinte bombázott minket azzal, hogy Debrecen városa vegye át az ügyeleti ellátást, mert nem tudják megoldani a mostani HR viszonyok között, már olyan költségekkel jár egy kis település esetében az ügyeletet kiállítani, ami már meghaladja az ő kompetenciájukat, nem bírják költségvetéssel szinte a kis települések. És szerettek volna Debrecenhez kapcsolódni, csatlakozni. Nyilván Debrecen városának illetékessége csak Debrecenben van. Mi a debreceni ügyeletért felelünk. És ezért a kis települések a belügyminisztériumhoz, a kormányhoz fordultak, és a kormány meghallgatta ezt a problémát, és gyakorlatilag Hajdú-Bihar megyében elindította ezt a pilot projektet, ami arról szól, hogy egységes rendszerben történik a teljes megyei betegellátás, az OMSZ gondoskodik erről, ugye az országos mentőszolgálatot nem kell Debrecenben bemutatni, egy hatalmas bajtási közösség, rengeteg esetkocsival, a legnagyobb vidéki mentőállomásról beszélünk, tehát hogyha a kormányzati szándékot nézzük, hol máshol valósulhatott volna meg ez a pilot projekt, ahol egységes rendszerben működik továbbra a betegellátás az ügyelet tekintetében, mint Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében. Ugye egy telefonszámot kell már csak a megyei betegeknek és a debreceni betegeknek hívni, ebben egy nagyon fontos változás van Debrecenben. Tehát az ügyeleti telefonszám az most már megváltozik az 506-303-as telefonszámra, minden megyei beteg és minden debreceni beteg ezt a telefonszámot fogja hívni, ahogy elmondtam a közgyűlésben. És ettől azt várjuk, hogy a központi OMSZ-os dispatcher szolgálat gyakorlatilag már elvégzi az elsődleges betegtájékoztatást, beirányítja a beteget oda, ahova szükség van rá, megszűnik a felesleges orvos-beteg találkozást. Ezt várjuk tőle. A mentőszolgálat az egységes szervezeti struktúrája, utasítási rendszere, az egész felépítése miatt kaphatta meg ezt a lehetőséget, és kapta meg ezt a feladatot, hiszen biztosak vagyunk benne, hogy sikerült az elmúlt időszakban, és bebizonyítottuk azt, hogy a Covid pandémia során is igyekeztünk helytállni és ellátni maximálisan a feladatainkat minden téren, és vélhetően ennek köszönhető, hogy ebben is, ezzel kapcsolatban is nekünk szántak szerepet, mely valóban az ország legnagyobb mentőállomását és legnagyobb bajtási közösségét egy állomást tekintve itt valósulhat meg Debrecen városában, illetve Hajdú-Bihar megyében. Köszönjük alpolgármester asszonynak és a városvezetésnek azt a rugalmasságot, azt a gyorsaságot, amelyben lehetővé tették, hogy itt kezdhetünk elsőjével, elnök úrnak és az egyetemnek azt, hogy megvalósulhat végre az álom, amelyet a sürgősségi rendszerekben már évtizedek óta világszerte támogatnak és helyeznek előtérbe, hogy egy kapus belépési rendszerben történjék a betegek osztályozása, állapotuk felmérése, és amennyiben szükséges, azonnali stabilizációt elvégezhessenek, ha pedig erre nincs szükség, akkor eldönthessék, hogy ez egy alapellátási, ügyeleti feladatnak minősíthető, ez tanáccsal ellátható, esetleg a holnapi nap, másnap a háziorvosához beutalható, vagy éppen azonnal a sürgősségi klinika intenzív osztályán történő ellátást igényel ez a beteg.